Várjuk együtt a karácsonyt. Legyünk együtt az ünnepvárásban. Éljük meg együtt a közösséghez tartozás maradandó élményét. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. És Komáromváros önkormányzata nagy szeretettel várja a komáromi lakosokat adventi rendezvénysorozatára. A komáromiak már láthatták, hogy nagy a készülődés a Szabadság téren. Ez lesz az egyik fontos helyszíne városunk adventi ünnepség sorozatának, mely hétvégéről hétvégére visszatér. Hajnal Dóra, a Humán Ügyek Bizottságának elnöke meghitt gazdag adventi program kavalkádra invitálja a helyi családokat, mely programok elsősorban azt szolgálják, hogy a komáromiak együtt várhassák a karácsonyt, együtt készülhessenek az ünnepre. Megérkezett a térre a város karácsonyfája, amit felajánlásként kapott az önkormányzat. Köszönjük szépen ezt, és hát talán azt mondhatom, hogy az idei az egy rekordméretű fa, remélem, hogy mindenki örömét leli majd benne. Az idei ünnepség sorozat kapcsán talán az volt az első vezérfonal, hogy szólítsuk meg a komáromiakat is, itt legyen komáromi identitásában erősödjön ez az ünnep. Ezért már december 1-én az első alkalommal, amikor majd a gyertyagyújtást követően a Betlehemet megáldják az egyházi méltóságok, egy közös éneklésre várjuk a komáromiakat, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát gyerekeket, felnőtteket, ismert karácsonyi énekeket szeretnénk közösen énekelni azért, hogy megéljük ezt a közösségi élményt. Célunk az, hogy minden korosztályt meg tudjunk szólítani, a gyermeket, a fiatalt és a szépkorút egyaránt. Ezért nyilvánvaló, hogy ilyen korosztályos felállásban is szerveztük a programokat. Itt elsősorban a színpadi fellépésekre gondolok. A komáromiak mellett természetesen ismert előadókat is invitálunk, csalunk ide Komáromba. Itt lesz például már az első alkalommal például Gubás Gabi, aki gyermekkoncerttel készül, vagy éppen sokak kedvence Kovács Kati. Aztán a folytatásban majd december 6-án egy másik attrakció, hogy a Mikulás is elérkezik ide a Szabadság térre, ekkor pedig elsősorban a kisgyermekes családokat várjuk. A folytatásban aztán a vasárnapokat emelném ki, inkább itt lesz Wolf Kati és az Invest Duo, ugye a komáromi fiatalok, akiket televíziós tehetségkutatóból ismerhetünk, illetve hát itt lesz majd Détár Renikő és Korpás Éva zenekara is. Ebből is látszik, hogy egy műfai kavalkáda az, amivel készült a Komáromváros önkormányzata és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Mint szervező stáb. És hát a legnagyobb attrakció nyilván december 22-én a város karácsonyán lesz, ekkor várjuk leginkább a komáromiakat, hogy átérezhessük az ünnepárás legszebb pillanatait, ekkor majd a történelmi egyházak képviselői gyújtanak gyertyát. Egyébként az összes hétvégén igyekeztünk megszólítani civil szervezeteket, hogy legyünk ebben az ünnepárásban együtt, tehát lesznek itt fiatalok és idősek is, akik majd gyertyát gyújtanak. Én mindenkit arra biztatok, hogy a nagy bevásárló áradatban, ami ugye most már leginkább az ünnepet, az ünnepvárást és a karácsonyt jellemzi, azért maradjon majd, jusson idő arra is, hogy legyünk együtt a gyermekeinkkel, kapcsolódjunk és töltsünk el egy-két órát itt a téren. És ne csak a téren, hiszen az Arany 17 rendezvényközpontban is temérdek foglalkoztató, kézműves játszóház, civil adventi vásár, csokoládéműhely, grincsfa készítő kurzus és számos olyan dolog várja majd a komáromiakat, ami egyrészt a kikapcsolódást szolgálja, másrészt gondolkozhatunk csecsebecsékben, saját készítésű portékákban is, amit karácsony este a fa alá rejthetünk. És nem marad el természetesen a szeretett vendégség az önkormányzat támogatásából. A hidegben majd remélem, hogy lesz kellő mennyiségű forró ital, tea és forradból, illetve a megszokott kalácsbeigli. Várunk mindenkit nagy szeretettel, teljenek együtt az ünnepvárás pillanatai, legyünk együtt karácsonyvárásban is. A karácsonyváró együttlétek helyszínei tehát a Szabadság tér és az Arany 17 rendezvényközpont. Legyen a karácsonyvárás közösségünk csodája!